Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan bűncselekményt sorolunk fel, amelyek egyszer legálisak voltak. And the theory at the time, we now know it was incorrect, was that the emotional parts of the brain were getting revved up, running out of control, and they were overwhelming the frontal parts of the brain. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban olyan megdöbbentő bűncselekményeket vizsgálunk, amelyek egykor legálisak voltak, majd a világ egyes részein illegálissá váltak. Tizedik, szemetelés. We should probably get going if we don't want to hit traffic. Sally, pack up the checkers. A műanyag feltalálását az egyszer használatos termékek térnyerése követte, ami arra ösztönözte az embereket, hogy eldobják azokat, így a gyártók mindig többet tudtak eladni. Az első szemetelési törvények az 1960-as évek környékén léptek életbe az Egyesült Államokban, majd más országokban is a keletkezett hulladék mennyisége miatt. Az embereket pénzbírsággal sújthatják a szemetelésért, az összeg pedig országonként és államonként is eltérő lehet. Littering! $15 for littering! Ennek az az oka, hogy az önkormányzati rendszereknek nagyon költséges körbejárni és takarítani az utcákat. Olyan programokat és szervezeteket hoztak létre, mint például a Takarítási Világnap, vagy a Tartsuk Amerikát Gyönyörűen Megmozdulás. Pack out your trash. 9. Dohányzás belső terekben. Egyszer volt, hol nem volt, amikor még sokkal többen dohányoztak. De a 20. században egy új kutatás szerint a dohányzás sajnos számos rákbetegség vezető okaként szerepel. A dohányzás ellenes kampányok a leszokásra ösztönözték az embereket, ami végül a nyilvános helyiségeken belüli dohányzás széles körű betiltásához vezetett. People who don't want to smoke shouldn't be obliged to smoke someone else's smoke. Ma a legtöbb állam és ország korlátozza a dohányzást a munkahelyeken és az éttermekben. A dohányzási tilalom ma már annyira elterjedt, hogy könnyebb felsorolni azokat a helyeket, ahol még megengedett a benti dohányzás, mint azokat, ahol nem. Érdekesség, hogy Japánban csak 2020-ban lépett életbe a beltéri dohányzás tilalma. 8. Célzott hirdetések gyerekeknek. Évekig vitatták a hirdetések gyermekekre való célzásának hatásait, mielőtt valamit tettek volna az ügy érdekében. Az etikai probléma az volt, hogy a kisgyerekek nem értik a reklám célját, ezért bizonyos mértékig kihasználják őket azzal, hogy reklámokkal bombázzák őket. Won't somebody please think of the children? 1990-ben a kongresszus hatályba léptette azt a törvényt, amely a gyermekeknek szóló műsorokban a reklámozás időtartamát korlátozza. Kids imitate what's on TV. So not only are they imitating it, but when they watch it a great deal, that becomes their reality. 2020-ban pedig a YouTube kapott büntit, mert nem akadályozta meg, hogy a gyermekeket célzott hirdetéseknek és nyomonkövetésnek tegyék ki, aminek következtében a vállalat korlátozta a 13 éven aluliak adatgyűjtését. In order to help you comply with the law, we're now required to ask you to mark all of your videos as made for kids or not. You know your videos and audience best. So we've launched a new audience setting that lets you tell us if your videos are made for kids or not. Eközben olyan országok, mint Norvégia vagy a kanadai Quebec tartomány teljesen betiltották a gyermekeknek szóló kereskedelmi tartalmakat. 7. Tiltott szerek. Rengeteg tiltott szer van a világon, és sok közülük valaha legális volt. Persze csak amíg káros hatásukat meg nem értették, majd aztán azt kriminalizálták. 1913-ban 4 állam, Kalifornia, Maine, Wyoming és Indiana betiltotta a kannabiszt. I experimented with marijuana a time or two, and I didn't like it, and didn't inhale, and never tried it again. A következő évben az ópium használat megcélzásának reményében egy sokkal nagyobb törvényt hoztak az anyagok ellenőrzésére. Ezelőtt az ópiumbarlangok, ahol az emberek megvásárolták és használták a kábítószert, még az Egyesült Államokban is mindennaposak voltak. Az USA pedig az alkoholt is megpróbálta betiltani, még az 1920-as években, bár ez nem járt sikerrel. That people actually thought you could get away with this. That you could actually ban alcohol, completely eliminate its usage in American society. 1968-ban az LSD-t is illegálissá tették, ami ironikus, tekintve, hogy a CIA mennyi időt töltött a kábítószer előállításával és annak kutatásával. After a few minutes, the men found it difficult to obey orders. And soon, the results were chaotic. 6.
Családon belüli erőszak. Hihetetlen, de egészen 1920-ig tartott, amíg az Egyesült Államok minden államában törvény született a családon belüli erőszak ellen, amit a hatóságok addig nem vettek komolyan. What happens when he gets out of jail? I have to change my identity, my name, my location where I stay. Az 1970-es években további törvények léptek életbe. Azelőtt még a kriminalizálás után is a családon belüli erőszakot széles körben magánügynek tekintették, és ennek a viselkedésnek a megakadályozását tulakodónak tartották. Little things would set him off. She might say a word, and just the inflection of the way she said it may set him off. Természetesen nem csak a férfiak az egyedüli elkövetői a családon belüli erőszaknak. A 70-es évek széleskörű kampánya után életbe lépett törvények segítséget nyújtanak az ehhez hasonló bántalmazások minden áldozatának. One of the ideal situations is that you actually bring a domestic violence advocate out with you on a call for domestic violence, so they can, you know, take the person aside. Ötödik, zaklatás. Bár ez továbbra is köztudottan egy olyan bűncselekmény, ami miatt nehéz ténylegesen büntető eljárás alá vonni és vagy elítélni valakit, de a kukkolás ma sok országban bűncselekménynek számít. I understand you've recently been diagnosed with terminal cancer. Stalker alert. Meglepő azonban, hogy a közelmúltban hogyan léptek életbe a zaklatás elleni törvények. Az első amerikai törvényt 1990-ben fogadták el, 7 évvel később pedig az Egyesült Királyságban is. Rebecca and I were sitting in her trailer and we got a call from the guard saying there's a man here who says he has presence for you. Az Egyesült Államok első törvénye Kaliforniában jelent meg, közvetlen válaszként számos esetre, köztük Rebecca Schaefer színésznő tragikus meggyilkolására. Az 1990-es évekig a zaklatást nem tekintették bűncselekménynek. This was back in the 80s, before there were any stalking laws whatsoever. And there was a drifter from Scotland, Arthur Jackson. A zaklatóknak valami konkrét dolgot kellett elkövetniük. Például erőszakossághoz kellett folyamodniuk ahhoz, hogy ténylegesen le lehessen őket tartóztatni. They sit on their sofa, they watch television, and the person's character speaks to them. Negyedik, ittas vezetés. Mint korábban említettük, az Egyesült Államoknak megvan a múltja az alkohollal. A Nemzeti Tilalmi Törvény több mint egy évtizeden keresztül tiltotta a gyártását és az értékesítését, így nem meglepő, hogy a 20. század elején az Egyesült Államok volt az egyik első olyan ország, amely kriminalizálta az ittas vezetést egyes államokban. Every year in California we see about 1,000 people killed by drunk drivers and over 20,000 are injured. A világ más részein azonban ezt jóval később, úgy a 60-as évek környékén tették meg. Most of us reckon we can handle our motors after a few pints. Take it easy and you don't attract the law. But what if some stupid git does this? A vezetésről szóló törvények folyamatosan változnak. Például a világ jelentős részén a vezetés közbeni telefonálás és csetelés abszolút tiltott. Somebody help my friend! Shouldn't you help him? You're right there! Yes, but I'm angry at him because he was texting and driving. Harmadik, lobotómia. A lobotómia egy ma már hírhet orvosi eljárás, melynek során a prefrontális kéreg és a homloklebeny közötti kapcsolatokat sebészi úton elvágták. Ezt azért tették, hogy ezzel gyógyítsák azokat a mentális betegségeket, amelyeket nem ismertek akkoriban széles körben. A depressziótól a skizofréniáig mindent kezeltek ezzel az eljárással, miután az 1930-as és 40-es években túl nagy visszhangot nem kapott. The idea essentially was to sever the connections between the frontal lobes and the limbic system. 1950-ben a Szovjetunió határozottan betiltotta a lobotómiát. Rájöttek, hogy ez egy rémálomszerű kezelés, amely gyakorlatilag mindenki életét tönkretette, aki csak megkapta, sőt, sokan végül nem is élték túl. He started to basically drag the age level down and started doing it on teenagers and even young children, people whose brains had not fully developed yet. Az Egyesült Államokban, ahol sok lobotómiát végeztek, a gyakorlat egyes államokban technikailag még mindig legális, de rendkívül ritkán fordul elő. Második, gyermekmunka. Mindenki tudja, hogy a gyermekmunka valamikor elterjedt volt nyugaton, főként Nagy-Britanniában, az ipari forradalom tetőpontján. Ettől azonban nem kevésbé meglepő, hogy az emberek egykor jó ötletnek tartották. A gyerekeket akkoriban alulfizették és kizsákmányolták az egész nyugati világban.
Children were smaller and more nimble, and so therefore could perform functions that would be more difficult for adults. In addition, it was more difficult for children to unionize. 1938-ban az Egyesült Államok végre cselekedett és elfogadta tisztességes munkaügyi normákról szóló törvényt, amely egyúttal meghatározta a kiskorúak életkorát és azt, hogy milyen foglalkozásokban dolgozhatnak, valamint szabályozta a kiskorúak bérét és munkaidejét. Labor unions and laborers began to clamor for an end to child labor to ensure that the adult working population would have enough jobs. Ez a törvény megnövelte a munkásosztálybeli gyerekek oktatását és írástudását. Nekik korábban dolgozniuk kellett volna, hogy el tudják tartani magukat, és nem járhattak iskolába. A living is a living! Some living! Lord help me! Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, rabszolgaság. Bár a rabszolgaság évezredek óta az emberiség történelmének a része, legbrutálisabb formáját akkor öltötte, amikor az európai gyarmatosítók megkezdték a transatlanti rabszolgakereskedelmet a 16. században. Ám a 18. században az eltörlést hirdető és a polgárjogi mozgalmak Amerikában és Európában elkezdtek előre haladni. Why is this one crying? Separated from her children. Oh dear. Couldn't be helped. A haiti forradalomként ismert sikeres rabszolgalázadás révén Haiti lett az első ország, amely 1804-ben eltörölte a rabszolgaságot, és végül a nyugati hatalmak követték a példáját. Nagy-Britannia és Franciaország 1833-ban, illetve 1848-ban szüntette meg. I've heard their groans and their sighs, I've seen their tears, and I would give every last drop of blood in my veins to free them. Az Egyesült Államok 1865-ben fogadta el a 13. kiegészítést, miután az Unió győzelmet aratott a polgárháborúban. Ti ismertek még olyan bűncselekményt, ami anno elfogadott volt? Van bármi, amit ti jelenleg illegálisan nyilvánítanátok? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!